Tarpa nagyközség az alapközművekkel rendelkezik, a településen eddig is volt kiépített szennyvízcsatorna hálózat, mely a vízhasználatból eredő kommunális szennyvizet gyűjti. A korszerűsítésre, bővítésre azért is volt szükség, mert a működő szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása a keletkező szennyvizek fogadására már nem volt elegendő, hiszen megközelítőleg kétszer annyi szennyvíz keletkezett, mint amennyit a telep elbírt. Ezen felül a tisztítási hatásfok sem volt elegendő. A Tiszaminti Regionális Vízművek 2013. január 1-től üzemelteti Tarpa víziközműveit. Ekkor már jeleztük polgármester úrnak a szennyvízteletnek a problémáit, azokat a paramétereket, amelyek a telep működésében nem tud. Már akkor az volt a terv, hogy egy beruházás keretében mindenképpen egy új szennyvízteletnek a alapjait fogjuk lerakni. Hála Istennek mára ez a terv valóságá vált, és mai napon ezt a telepet birtokba is vesszük. Ez a telep már egy jóval hatékonyabb, korszerűbb, energiatakarékosabb telep, és minden olyan paramétert, amit a tisztítási hatásfok előír, ezeket tudja teljesíteni. Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője pozitív eredményként és fontos képviselői feladatként értékelte, hogy Tarpa már kiépült szennyvízhálózattal rendelkezik, hiszen elmondása szerint a környező településeken még nem valósulhatott meg hasonló beruházás. Ez egy 21. századi technológia, ami eleven iszapos tisztító rendszer, ami magyar mérnöki találmány, és külön öröm számomra egy térségi képviselő számára, és mindannyiunk számára is, hogy magyar tervezés, magyar kivitelezés, ez teljesen magyar beruházás, persze Európai Uniós támogatással. A lakosság a kényelmet fogja érezni, informatikailag vezérelt a rendszer, tehát minimális emberi segítség kell itt a szennyvíztelepen, és hát a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés mindannyiunk számára fontos. Természetesen az is nagyon lényeges, hogy a Tiszába a tisztítás után milyen minőségű, gyakorlatilag szinte ivóvíz minőségű víz érkezik majd be. A vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt határértékek betartása és a megfelelő hidraulikai kapacitás biztosítása csak egy új szennyvíztisztító telep megvalósításával volt lehetséges, tekintettel arra, hogy a régi berendezés felújítása, korszerűsítése gazdaságilag nem volt lehetséges. A projekt az Európai Unió és a magyar kormány finanszírozásával valósult meg a KEHOP program keretein belül. A rendelkezésre álló több mint 380 millió forintos kerethez képest olcsóbban és az áprilisi átadási határidő előtt sikerült a korszerűsítést befejezni, közölte Szécsi Szabolcs, a település polgármestere.